Egyre jobban terjed a koronavírus Omikron variánsa hazánkban is. A járványhelyzetről beszélgettünk dr. Jakab Ferenccel. A virológiai kutatócsoport vezető szerint nem lehet előre látni, hogy hogyan alakul a vírus. A tudósok és a kutatók körében is azt gondolom, hogy nincs egyetértés a tekintetben, hogy mi várható. Van, aki azt mondja, hogy az Omikron a vírus járvány végét jelenti, én magam úgy gondolom, hogy nem. Az Omikron egy szerencsés variáns, ami kevésbé jelenti a tüdőt, ami sokkal inkább a felső légúti infekciókat okoz, nagyon terjed, de nem okoz feltételezhetően olyan súlyos klinikai tüneteket. Ez egy szerencsés együttállás a csillagoknak, de bármi jöhet ezután. Tehát az, hogy leküzdjük a jelenlegi járványhullámot, és az Omikronnal tulajdonképpen az idejére talán, vagy az idei szezonban talán véget ér a járvány, ez szinte biztos. Tehát lesz egy tavaszunk és egy talán fellélegezhető nyarunk. De hogy mi jön utána, mi lesz az ősszel és a következő téli felső légúti fertőzések szezonjában, ez most nem megjósolható. Azt gondolom, hogy a populációt természetesen át fogja immunizálni az Omikron, azonban azt is vallom, vagy gondolom, hogy ez a védettség ez néhány hónap alatt lecseng, és a következő szezonban esetleg egy teljesen új variáns érkezik, és az Omikron ellen kialakult védettségünk is megkopik. Szerencsétlenebb esetben az következik, hogy ismét egy olyan variáns csap be közénk, ami ismét jobban vagy erőteljesebben tudja fertőzni a tüdőt, és nem az Omikronhoz hasonló esetleg gyengébb klinikai tünetek, hanem súlyosabb, vagy az eredeti törzshöz hasonló súlyos klinikai tüneteket okoz. Ez nem megjósolható, senki nincsen jelen pillanatban, aki ezt most meg tudja mondani, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a védőoltás életet menthet. A vakcina beadatása jelenleg az egyetlen fegyverünk a vírus ellen, emelte ki a professzor. Az első és a második alapoltás megléte az tulajdonképpen elengedhetetlen, kritikus. A harmadik oltás ismétlő megerősítő oldás pedig egyértelműen azt mutatja, hogy az Omikron esetében is, az Omikron ellen is nagyon emeli a védettséget és a hatékonyságát. Tehát az oltásnak a megléte ez rettenetesen fontos. Az, hogy negyedik oltás kell-e, vagy az, hogy esetleg 4 havonta, fél évente oltassuk magunkat, én azt gondolom, hogy erre még nincsen tendencia, nincsen precedens. Én magam azt gondolom, hogy az immunrendszerüket sem kell terhelni 4 havonta oltásokkal, de egy esetleges évenkénti újraoltás az előfordulhat. Ezt is majd a jövő fogja megmondani, hogyha kikeveredünk ebből a járványhullámból, hogy mit hoz a következő hónapok. A tudósok már évek óta figyelmeztetik a lakosságot, hogy a fertőző betegségek térhódítása figyelhető meg az egész világban. Ez egy nagyon emelkedő tendencia. Láttuk ugye az ebola járványt, kisebb-nagyobb lokálisan kitörő járványokat Afrikába, Ázsiába és világszerte. Mi azt gondoljuk, hogy sajnos a számos globális tényező összefüggésében nézve az elkövetkező években fel kell készülnünk arra, hogy hasonló járványokkal kell számolni az emberiségnek. Az a baj, hogy a járványok kitörésének több fázisa van. Jelen pillanatban számos olyan fertőző betegség van szerte a világon, ahol az úgynevezett második fázisban látjuk. Tehát azt jelenti, hogy lokálisan kisebb-nagyobb járványok lángolnak föl. Ugye ezek mikor indulnak el egy világ körüli útra, és mikor lesz bele pandémia, vagy lesz-e egyáltalán, ez nem megjósolható. De sajnos azt látjuk, hogy ezek a tendenciák emelkednek. A fertőzöttek száma minden nappal egyre emelkedik, mint ahogy a szennyvízben is mért koronavírus koncentráció. Ez azt jelenti, hogy a járvány még javában tart, és nem szabadulunk tőle egyhamar, véli a szakember.